Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit templomunkban szilveszter estején, azért, hogy legyen egy tiszta új évünk, mondjuk el az OM nám mantrát hétszer közösen. OM Nam. Köszönöm szépen. Megköszönöm Eszter bevezetőjét. Öröm volt hallani ezt a 101-es szobához hasonló élményt, ugye a Kuan szoba. Az interjú, hölgyeim és uraim, az en interjú sokkal békésebbnek tűnik, hogy bár ahogy hallottad, túl sok belső békéd ott nincs. Miért? Mert túl kell lépni a békén, és az avartságon vagy a konfliktuson. A kóan az a szembenézés gyakorlata. Szembenézel azzal, hogy nem tudod. Utána tapasztalod ezt a nem tudhatót, és ebből a nem tudhatóból kijön a válasz. És világos, hogy nem tudod, hogy hogyan. Mindenki, aki sportolt, vagy valamilyen nagyon nehéz próbára készült, az tudja, hogy az edzésnek néha négy-ötszörös terhelést kell adnia ahhoz, hogy versenyen bármit elérj. Az élet és a halál nagy munkája az ennél keményebb. Tehát mentálisan sokkal nagyobb terhelést kell, hogy kapj az interjú szobában ahhoz, hogy ez kijöjjön, megszilárduljon és továbbadható legyen. Miért nem működünk? Miért néz ki így a világ? Egyszerűen azért, mert ezt a nem tudhatót, ezt nem ismerjük, nem tapasztaljuk, nem használjuk. És ehhez bizony túl kell lépni azon, hogy én mit gondolok magamról, ha nem tudom a választ, a tanító mit gondol rólam, hogyha nem tudom a választ, én mit gondolok a tanítóról, puh, hogyha nem tudom a választ, mert miatta nem tudom, hát nem mondja meg, ugye? Ha bárki megtudná, de nem tudja meg, hogy nem tudtam a választ, akkor ő mit fog gondolni róla, miközben én nem tudom, hogy ő tudja -e, hogy én nem tudtam. Figyeled? Tehát úgy ássuk el magunkat ezzel a kis önkép teremtő ásd készlettel, mint katona a harctéren, tehát nagyon gyorsan. Az interjú szóvában, hölgyeim és üreim, mindenki jön. És inkább ez jön ki, és ne a mentő. Tehát, hogyha a karmád kijön az interjú szobában, így köszönd meg, hogy végre valahogy a felszíne került, és ezzel sem ész haza. 23 éve tanítok, és egyre gazdagabb az élmény. Nehogy azt itt, hogy nem uncsi néha ezre egyszerre megkérdezni úr De megtanultam nem arra fókuszálni, hanem rád. Te vagy érdekes, nem a kohan. A kohan de te érdekes vagy, mert nem tudod. És hogyan nem tudod? A leggyönyörűbb emberi módon nem tudod, mert helyette tudsz mást. És ez az érdekes, hogy te mit tudsz a helyes válasz helyett? Hát saját magadat. Saját magadon keresztül szűröd az egészet, és saját magadat teszed bele, és néha még büszke is vagy rá. Aztán meg ö, elpakolnád magad a legmélyebb pokolba, meg mellé engem is, egyen mélyebbre, nehogy hamarabb kijöjjek. De amikor arról van szó, hogy használjuk már ezt az elképesztő tanítást, akkor több mindent észre kell venni. Az egyik, hogy ide a belépő a paradox. Az ortodox itt nem megy át. Túl durva, túl fogalmi, túl elnagyolt. Az első koan az már a paradoxnak így a lenyomata, és ahogy mész fölfelé, úgy egyre kisebb résen kell átmenni. Egyre jobb felbontással kell a tükrödnek működni. Egyre jobban észre kell venni az illúzió és a valóság közötti különbséget. Miért vagy te érdekes? Azért vagy érdekes, mert törekszel, mert itt vagy. És a helyes válasz és a helytelen válasz közötti különbség az a szenvedés. Az az a szenvedés, amely téves nézetből, kapzsiságból, haragból, ezekből van összerakva, ez az, ami az ürességet kitölti, letakarja a tükröt, és te arra azt mondod, hogy ez én vagyok, és joggal, mert ez az énségünk. Minél jobban közelít az önkép az önvalóhoz, azaz föloldódik a vízcsepp az óceánban, annál közelebb kerülsz a megoldáshoz. És mi helyt eltűnik az énség foltja, a tükör tiszta. Mielőtt a vízcsepp nem fél az óceántól, egyé válik vele. És amikor az önkép és az önvaló egyé válik, akkor adod a helyes választ. Egyébként csak a gondolkodásod jön, az érzelmeid jönnek, a szokásaid jönnek, a beszéded jön, a múltad, a sztorid, a félelmeid, a reményeid, én ezeket nagyon sokáig hallgattam, 17 éven keresztül így hallgattam a narrációt, hogy most éppen veled mi baj van. És ezt azért hagytam abba, mert rájöttem, hogy ez nem segít. Menjél -e konzultációra, terápiára, családállításra, CBT-re, módosult tudatállapotra, menjél te akárhova, hogyha narratívád a fontos. A kóánnál ezen fontos. Ott a meghaladás mozdulata fontos, a megismerés nagyon sokféleképpen bekövetkezhet. Rossz nyelvek szerint az az egy mondat, amit magadról megtudsz a kuhaszobában, többet ér, mint sok órás, nagyon drága terápia sorozat. Mert az, az ott van. Az abban a pillanatban száz százalékig te vagy, mert megmutatkozott a különbség a helyes és a helytelen között. Ott van, eléggé éles szögben. Na, ettől a rálátástól szoktunk írtózni. Ezért keresünk valami simi-simi New Age-et, valami kis konfettis ezómazót, és akkor attól majd jól érezzük magunkat, mert, mert bekövetkezik a béke. Az a béke, ami addig tart, amíg valaki eléd nem vág a pirosnál. Ami addig tart, amíg valaki rosszul nem süti be a hajadat. Most ezt jól már, ez kitűnő az enyémet majd legközelebb kérem. De hogyha arról van szó, hogy nem kapod meg, amit akarsz, nem azt éred el, amit szeretnél, nem olyan önképpel bírsz mások felé, mint ahogy prezentálni óhajtad önmagad, akkor belép a tökéletlenség, belép a kölcsönös függés, és bejön kedvencünk a mulandóság. Ezeket utálni szoktuk, meddig utáljuk, amíg ragaszkodunk az énségünkhöz, a levált önképünkhöz, de mindig a halálfélelem az, amely meggátolja azt, hogy egy élet halál keresztül megy. A legmélyén mindig ez van. És olyan szépen mondta, szerencsére keresztre feszítős kóanunk nincs, az a domb túloldalán van. Az egy másik műfaj, az egy olyan ház, ahol nagyon-nagyon érdekes és nem mindig produktív megoldások születtek az elmúlt 2000 évben ilyen paradoxonokra, hogy az élet és halál kapuja. Miért? Amilyen megoldások születnek, olyan tudatminőségünk van. Amilyen tudatminőségünk van, olyan életet teremtünk. És hogyha mi ilyen életet teremtünk magunk körül, kisebb és nagyobb rádiuszban, akkor nekünk ilyen tudatminőségünk volt, mert nem tudtunk jobbat. Ezt tudtuk. Tehát azt, hogy te milyen tiszta tudattal távozol innen az azonnyomban megmutatkozik benned, a környezetedben, az életviteletben, a kapcsolataidban, a tevékenységedben, mindenben. Úgyhogy, ha valami baj van, legyél szíves belül keresni az okát. A jogának van nyolc fokozata, astó, kérem, ebből van az astanga, és a nyolc fokozat felső négy darabja csak mentális. Jó, van benne energetika, van egy kis finesz, de onnantól kezdve, hogy pratja hára, tehát befelé fordítod az energiát, és a tudatnak adsz egy fix tárgyat, dárana, és ezen fix tárgy elmélyüléssel, egyhegyű koncentrációval egy kontinuum nélküli tapasztalást hoz létre, téridő kontinuum nélküli, tehát klésák, szanszkerek és ászavák nélküli tudatállapot, ez a gyána. És ez egyhegyű kontinuum nélküli felfüggesztett niroda tudat, a gyánából átmegy a szamádiba, ami az énségnek az ellobbanása. Most ez a jogában négy. Miért? Mert kegyes volt az összes Rishi, Patanjali, Sankaracsárja, Krisnamacsárja és az összes többi nagyszerű tanító, és elmondták. Az en nem magyaráz. Ott egy lépés van. Ennyi. És ezt addig gyakorlod, amíg a tied nem lesz, ülve, állva, járva, fekve. Csendben, beszédben, alvásban, ébrenlétben. Úgyhogy ez az, amikor bármely pillanatban vagy, az alap az, hogy testben vagy. Az alap azt, az, hogy lélegzel. Az alapszabály, a jáma és a niáma az, hogy megismered az ok és okozat működését, hogy mit érdemes ezen a földön vállalni, és mit nem. Mit érdemes mondani, tenni, gondolni, érezni, és mit nem. Mit érdemes gondoltatni, mondatni, éreztetni, és műveltetni ezen a földön, ebben az életben. Mert ez az ok és okozat működését nagyon megmutatja. Úgyhogy ezért gyakorlunk, hogy a paradox segítségével az összes önképet meg tud haladni. És érdekes módon ekközben megismered önmagad. A meghaladás és a megismerés, a felébredés és a fejlődés kéz a kézben van. Nem képzelhető el egymás nélkül. A meghaladás és felébredés az egyik típus, mint meghaladó minőség, és a megismerés, vagy önismeret, az pedig az érzékszervhez kötött, a néfezés formához kötött, a mentálisan tartalommal bíró minőség. Oké? Okay. Hogyha le akarod bontani szanszkrit fogalmakra, ez egyik a Prakriti birodalma, a másik a Purusa birodalma. Az zen pedig úgy teszi föl az íre a pontot, hogy van egy nem duális tapasztalat, amely nem fogalmi. És aztán ezt a fogalmit bonthatod egy központi fogalom és a környezete, két duális fogalom, utána a hármas fogalom füzérek, és utána jön az egész rendszer. A tízezer darma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem tudat, nem buddha. Akkor mi? Boldog új évet mindenkinek! Kinek van kérdése? A formális étkezéssel kapcsolatban kérdeznék. Nem lát meg. Tudom. Ezen az elvonulásomon most valahogy nagyon nagy fókuszom volt ezen a gyakorlaton. Neked is. Láttam. Jó. Régen uh, evés zavarral küzdöttem, sokáig voltam bulémiás, és uh, most foglalkozom is ezzel uh, ismerőseim, klienseim. Hát az anorexiát ezt... hamarabb behittem volna, de folytás nyugodtan. <laughs> Ugyan már uh, megküzdöttem a, a bulémiával, <laughs> uh, és törekszem rá, hogy másokat is ebben segítsek, de ez még mindig egy picit ilyen központi kérdés. Tehát, hogy én azért az ételhez nyúlok, hogyha valami van. Ez, ez az én gyenge pontom. És ezt szerettem volna kérdezni: hogy vannak olyan gyakorlók, akik ezzel a témával ide jönnek, van -e esetleg tervetek azzal kapcsolatban? Azt tudom, hogy terveztek egy napost, ahol ezen lesz a fókusz. Mit gondolsz erről, hogy uh, hogyan lehetne um, még um, erről kommunikálni, hangsúlyt fektetni, Jó. stb. <laughs> Mindenkinek dolga van az étkezéssel, mert ez a primér funkció, amivel az érzékszerű világhoz kapcsolódunk. Nagyon jó egy csecsemőt látni, hogy, hogy hogyan kapcsolódik az anyához, vagy a cumi süveghez, vagy később a hozzá ételhez. Az az alapvető életvágy benne van, ami az anyagi világból ezt a fajta elsajátítást, ami a táplálkozás, megindítja. És minden, ami a te vágykarmád, az benne van az étkezésben. És általában nagyon jól tud az önkép maszkolni, rétegezni, hogy az eredetinek a forrását ne lásd. Tehát mi az az eredeti élmény, trauma, késztetés, ami mondjuk a stresszelvésnek a gyökere. Hát az nincsenek ilyen nagy rendszerek, meg okés-okozati hálók fölrajzolva permanensen. Néha igen. Meg tudod, aztán lebontod. Inkább kérdezünk. Tehát a meditatív étkezés arról szól, hogy miközben te nem lapátolod? Eszed. Nem zabász táplálkozol. Megkérdezed, hogy mi ez. Ez a tárgyas mi ez. Mi az, ami épp most eszik bennem. Tehát amikor a forma szintjén elkezdem szabályozni, hogy ne egyél zajosan, ne egyél gyorsan, ne egyél kapkodva, azért vagyok csőrmester, mert nem figyelsz. Mert a narratívád erősebb, mint a figyelmed. Elsodor a vágyad, a jelenléted, az pedig kuka. És hogyha tényleg itt vagy és figyelsz a formára, akkor meglátod azt, hogy mi az, ami nyomja szét éppen mi volt az, ami most 20 gyorsabban akarta a káposzágy betenni a gallérod mögé, mint ahogy azt a forma megengedi, ez így körülnéz, és így mindenki most már szatvikusan ilyen. Nem 33-szor rágjuk meg? Nem. Normálisak vagyunk, tehát nem ez van. De, de a helyzet az, hogy most már ezért többször, mint mondjuk 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Engem mindig megdöbbentett, hogy Kóreában, a kolostorokban a szerzetesek, tényleg 90%-uk a zenszerzetesekről beszélek, akik meditálnak, ilyen gíznya vékonyak, olyan gyorsan esznek, hogy így lesek a székről. Egyszer megmertük kérdezni, és azt mondták: hogy ja, nem mindenki katona volt. Tehát a mi generációnkat tanító kóreai szerzetesek három évig voltak katonák. Na, az alatt megtanulsz gyorsan enni, más se tudsz. És mivel mindenki azt csinálta, az emmestertől az első noviciusig nem kérdezősködtek. Ez van, kész, megszoktuk. És keveset ettek gyorsan, nagyon kevés ilyen gyomorbeteg volt ott, mert nem zabálták halára magukat ezzel a tempóval, és naponta háromszor. Itt nyugaton nagyon ritka az, hogy valaki rendesen legyen, mert valamilyen karma mindig nyomja. A kisebbségi érzés, önmegtagadás megy az anorexia felé. Elfolytott vágykiteljesítés, hatalmas, grandiózus én, amelyik le van téve a padló alá, azonnyomban mindent megeszek. Félek? Azonnyomban vagy nagyon sokat, vagy nagyon keveset. Attól függ, milyen típusú félelem. Teremtés vágy? Inkább több. Pusztulás, pusztítás vágy? Inkább kevesebb. Dű alapú tudat? Inkább megtagadja magától. Vágy alapú tudat? Még többet ad magának. Nagyon érdekes a történet. Aztán, hogy milyen karakter, milyen íztípus szeret, az már egy külön regény. De az nagyon egyszerű. Ebben a pillanatban mi az, ami eszik benned? Épp milyen karmazabant. Oké? Okay? És hogyha erre rálátsz, akkor tudod tartani a formát. Tudod tartani azt, hogy remegő kanállal, de lassan. Vagy ami a legszebb, hogy a kólcs elején így, így mosolyogsz, a másik kész, még egy kis, miért pasztát? Közepén, hm. és a végén csak kész. Tehát hogyan tudjuk szavak nélkül is megérteni a másikat, mert ez ugyanannyira közösségi étkezés, mint amennyire az egyénnek a gyakorlata. Tehát egymást kiszolgáljuk, és maximális fókusszal fogyasztjuk, és nem nézünk jobbra balra elvés közben. Tehát a közösség és az egyéni fókusza és kombinációja az egész, ahogy egyébként a gyakorlat minden része, énekléstől az ülésig a leborulásig. Arra jó a forma, hogy a tartalom nyilvánvaló legyen. És hogyha ez a karma világos, akkor tudod az evésen keresztül is fejleszteni magad. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek. Egyéb kérdés? Azt hittem, hogy jól kezelem az emberi konfliktusokat. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, mert így az az igazi beleállás, az, az valahogy hiányzik belőlem. Tehát az ami, az, ami etikus, ami nem akar bántani, ami a helyzetre fókuszál, az, az valahogy nincs nincs kidolgozva bennem, és ezt ez, ez érzem a kuanszobában is, és most már látom a való életben is. És meg szeretném kérdezni, hogy mit tudsz arra javasolni, hogy valami a zenen kívül, valami olyan praktika, ami tudna segíteni abba, hogy ebbe fejlődjek. Persze. Például a halogatásra mondhat, hogy a tandemugrás. Tehát, hogy, és tényleg bejön, Persze. tényleg bejött. De, hogyha terápiában gondolkodsz, akkor a sématerápia az nagyon jó erre. Ugyanis, amit most mondtál, ez egy elkerülő típus, és az elkerülő típust a szembenézéssel, a szembenállással, vagy az elkerülhetetlen cselekvéssel tudod gyógyítani. A tandemugrás nagyon jó a halogatásra, mert ott aztán zuhansz kifelé az Igen. oktatóval együtt. Megcsináltad? Persze. Na, örülök. Még mindig probléma a halogatás? Ne nekem igazából nem a halogatás akkor volt. Mi a probléma? Na. <laughs> nem, nem, nem. Egy darma beszédbe hallottam, és akkor érezni szerettem volna az élet súlyát, és akkor kipróbáltam négy nappal később. Jó. Maradt marad még ilyen szintű probléma? Nincs. Nincs. Mert van a free fall, az nem tandemugrás, négyezerről így ki, oktató melletted, lehet, hogy uh -huh. kettő, attól függ, és 1200-ig el kell érni, hogy meghúzod, 1500 uh -huh. és 1200 között kioldó zsinór, lehetőleg saját magad. Uh -huh. Ha nem, akkor az oktató megcsinálja, utána szépen kormányzott ernyővel földet kell érni. Uh -huh. Ez és a következő elke... lépés. Ez az önállóság gyakorlat. Uh -huh. Nem érzed magad elég önállónak, néha kételkedsz, hogy most cselekedj, vagy ne cselekedj, uh -huh. megoldja. Uh -huh. És az elkerülésre. Pesti közlekedés napi több óra. Uh -huh. Egyébként az elkerülés az nagyon sokféleképpen gyógyítható. Lehet egy kicsit az aktívabb rész kórház, végigmész kórházi osztályokon, csak a váró termekelegek A kicsit passzívabb, hidegebb az a temető végiglátogat látogat sírokat és közben az elkerülés hasznáról elmélkedsz, hogy ez meddig vezet. Nagyon szép, köszönöm. Szívesen. Csak azért tud, általában a young típus az a túlkompenzáló, tehát állandóan többet tesz, állandóan cselekszik, nem kéne, de mindig mondja, mindig teszi. Belül nem tudja, nem tudja leállítani a kis gondolatérzelem beszéd triót. Nem, nem. És a túlkompenzáló állandóan bajba kerül, mert akkor cselekszik, amikor nem kéne. És nem tud elhallgatni. Borzalom. A másik, az, az alávető, a yin típus, és a yin az, az, az még akkor se, hogyha már egy csurog lefele, akkor se. Tehát annyira fél, meg vár, meg kivár, meg elkerül, meg minden. És hogyha a kettő összeállna, az az élet keresztje. Tehát ezek állandóan oda-vissza tudják nyűztetni egymást, mert semmelyiknek sem jó semmi. Hogyha harmonikusak, akkor az egyik megcsinálja, amit a másik nem. Az egyik kimondja, amit a másik nem. És hogyha nem yin és nem yang, akkor semleges, tehát elkerülő. És a negyedik, ami megoldja, az a tükröző, a szembenéző. És a szembenéző az, amelyik mind a hármat látja, és tudja, hogy most ki kell mondani, yang, most el kell hallgatni, yin, és most nem csinálok semmit semleges. De ha nincs meg a szembenéző, és ezért kellenek ezek a szembenéző tapasztalatok, az élettel, a halállal, a betegséggel, a hirtelen ugrással, hogy az ember felébredjen az álmából, felébredjen a saját önképéből. Úgyhogy gyere a kohanszobába gyakrabban, jó? A kohanszoba azért jó, mert ott annyit hibázol, amennyit akarsz, és lényegi következménye nincs. Te borzalmasan érzed magadat, mert nem tudtad, hol ott bizonyítani akartál felém. És ez nem jött össze. Drága szíveim, ez mindaddig megy a szóvában amíg éppen van valami, amit tudsz, és mindig akkor áll meg, amikor nem tudsz valamit. Figyelted? Tehát ez a dolgok rendes menete. Tehát senki nincs felháborodva felnőtt feje, hogy minden élet halállal végződik. Pedig tényleg így van. Tehát minden interjú azzal végződik, hogy valamit nem tudsz. És ez lesz a házi feladatod. És azzal, hogy rájössz, ezt nem megtudod, rájössz, azzal szintet léptél. Utána jön a következő. Tehát nagyon sok ember azt hiszi, hogy a koan praxis olyan, hogy ott van a sok-sok rossz megoldás, és akkor kiválasztom azt, ami épp jó. Uh -huh. Beledobsz egy tűt a szénakazalba, jó, megkavarod, és azt mondja, na, keresd meg. Az elején nagyon kicsi a szénakaza, és a tű fémből van, fémszínű. Könnyű megtalálni. Ezek azok a kuanok, amelyeket még elmével megoldasz. Utána, hát mert egy kicsit az érzelmi intelligencia is kell, akkor már nagyobb a szénakaza, de még mindig, hogyha kellően szétpakolod, és így, így közben érzed, hogy áh, ez széna, ez megszúrt, ez, ez, volt a tű. Tehát, hogy engedett, hogy fájjon, akkor az érzelmi intelligenciád megoldja. Mert érez. Mer érezni. Ezáltal te is mersz érezni. És utána, amikor az értelmi és az érzelmi kezd kifogyni, mert már semmit nem látsz ezekkel a szűrőkkel, akkor jön a spontán cselekvés, és ekkor érzed nagyon-nagyon butának, óvodásnak, majom a kövön, nem tudom megcsinálni, nem vagyok színész, de egyszer csak áttöröd ezeket a falakat is, és kiderül, hogy ezek a mintázatok is kifutnak egy idő után, és nem tudsz semmilyen logikára, szokásra, korábbi tapasztalatra támaszkodni. Ekkor történik az, hogy a tű már olyan színű, mint a széna, nem egy van belőle, és hatalmas a szénakazal. Ha csak válogatnád, évekig nem találnád meg. De akkor hozol egy mágnest, ezt odarakod a szénakazal fölé, és elkezded rázni az egészet. És fölfegy, rázod, rázod, egy omlik lefele, rázod, rázod, omlik lefele, és egyszer csak a széna színű tű így odaragad a mágneshez. Na ez az intuíció működése. A mágnes, az a nem tudom. Nem azért csináljuk a tantien praxist, mert jól néz ki. Egyébként nagyon jól néz ki. De azért van itt, mert ez az az energia és tudatállapot, amely nem polarizált, nincs benne név és forma, nincs benne dualitás, nincs benne múlt, jelen és jövő. Tehát ez az eredeti energia, eredeti tudat. Tehát a nem én tudatállapota a nem dualitás tudatállapota, a szanszkritul advaita. És amikor ez van, ez a mező, ha elég erős, akkor az intuíciód egyszer magához rántja a választ. Ekkor mondjuk az, hogy a tükör letisztul, a center megerősödik, és tükrözi a választ a kérdésre. Na most ettől szoktunk, főleg Európának ezen a kis bizonytalan tájékkal nagyon hideglelést kapni, mert nekünk mondják már meg, hogy ez hogy van, és én megcsinálom, csak hagyjanak békén. Legyen már békei, megcsinálom. Csak mondják már meg, hogy hogy van. Meg ki vagyok. Nem kérem, föl kell nőni. Építsd föl magad, légy olyan ember, akivel a következő életedben is szeretnél együtt élni. Vagy legalább hónap este és a tükörben nézve nem köpöd le. Élj egy olyan életet, amely nem csak a korábbiak ismétlése és találd meg az életed értelmét és célját. Tehát ezek olyan dolgok, hogy itt Kelet-Európában mostanában, ha körülnézel, nem erre mutatnak a vektorok. Pont a fordítottja történik, és itt azt tanítjuk, hogy van buddha természeted, hogy meg tudod csinálni, hogy tudsz gyakorolni, letisztulni, ez a nem tudom elkezd működni, és az intuíció az ennek a megnyilvánulása, és ez az, ami ezt a tűt kirántja a szénak az alba. Te cigány kerekezhetsz, fejest ugorhatsz bele, húsz vasvillával hányhatod szerteszét, akkor se fogod megtalálni gondolkodással, vagy bármilyen duális tudati művelettel. És ezért tűnik brutálisnak a tréning, pedig én együttérző vagyok. Ha nem vagy arrogáns, együttérző vagyok. Ha arrogáns vagy, megütlek. Miért? Mert helytelen a hozzáállás. Arroganciával sose jutsz előrébb. Miért? Mert nem tudom helyet, te jobban akarod tudni. Azt hiszed, hogy én tudom? És ennél jobban akarod tudni. Meg az emmesternél is, ugye, a nagy zemmester is jobban akarod tudni, mert te aztán még jobban tudod. És mi a legnagyobb csapás ilyenkor? Hogy csinálj, amit akarsz. Mondja, amit akarsz, és nem érdekel. Mert akkor taníthatatlan vagy. Ha kérdezel, hibázol, fejlődsz, semmi gond. De ha te jobban akarod tudni, akkor valami mást kell előbb-utóbb keresni. Megtalálni a megoldást nagyon más, mint jobban tudni. Rá kell jönni, meg kell látni, és hidd el, észrevevődik azt, hogy ezt hogy érted el, milyen áron érted el. Úgyhogy akik rákapnak erre, azok érzik ennek az irányát, és egy idő után nem alkotunk olyan képet, hogy könnyű vagy nehéz. Egyszerűen csináljuk. Egyéb kérdés? Van ez az éntelenség tapasztalása, ami nekem mostanában akkor jön nagyon össze, amikor olyan embereket hallgatok, tanítókat, amihez tudok kötődni, és az lenne a kérdésem, hogy ez a úgy tudom lérni, hogy a megfigyelő, a megfigyelés és a megfigyelt, ez egy teljes egységet alkot, és akkor valóban azt érzem, hogy ez az én, ez így sehol sincs. És az a kérdés, hogy ezt hogy tudom jobban tapasztalni a mindennapi életben, hogy akkor is ugyanígy föl tudjak oldódni, amikor mondjuk a falat nézem kifele a, az 50 perces. Ha sehol sincs, akkor mi az, ami érzi? Tett félre, az egészet tett félre. Ez a rendszer, amit felépítettél magadban, ez a gátja a haladásnak. A fa fehér, az ég kék. Kész. Jó? Maradj ennél. Köszönöm. Egyéb kérdés? Koanokról szeretnék kérdezni. Na hát. És ö, a kérdésem az, hogy nekem egy, egy éve nem sikerül átmennem egy koanon, viszont ugye az az, ami inspirálja a gyakorlásomat. Viszont... Ö, egy, egy, éve nem sikerül átmennem, és ö, alapvetően csak így azt Mennyi azt teszel a zen gyakorlatba ez alatt az év alatt? Mondja már a gyakorlatomat? Nem. Mennyi Sokat. energiát teszel be? Sokat. Sokat. Igen. Milyen minőségben? Hát lehet, hogy így nem elég ezek szerint. Mennyi energiát oda magam és is... minőséget beleteszel, pont és annyi hozadéka lesz. Okay. Tehát a háborúkat nem a legjobb hadvezérek és a legbrilliánsabb haditervel rendelkező csoportfőnökségek szokták megnyerni. Azok szokták megnyerni, ahol több katona, több hadi anyag, nagyobb kitartás és ilyen brutális erő van. Az erkölcsiségnek, az igazságosságnak, a magas rendű semmi köze hozzá. Amennyi energiát beleteszel az én gyakorlatban, pontosan annyi eredmény lesz és itt nem csak a formára gondolok, ezért nem kérem, hogy mennyi leborulás, éneklés, ülés. Tudunk mi úgy gyakorolni kint, hogy nem változik semmi bent. Akkor nem gyakoroltunk, csak ismételtünk. Volt egy szerzetes társunk, elment egy száznapos elvonulás, és így összenézt, na, milyen lesz, amikor hazajön. Hazajött, úgy ki mint egy jól lakott napközis. Tehát így kijött, egy őszintén okosabb lett. Ennyibe telt száz nap. Mit csinált, nem is kérdeztük. Látszott. Üdült. Ennyi volt. És az, hogy te tartalmilag mit teszel bele, az ugyan függ a formától, tehát valamennyi mennyiségi szemlélet is kell, de hogy te mennyit mersz változni, látni belül, az fogja eldönteni a gyakorlat minőségét és hozadékát. Az igazi kérdés, hogy mered-e a darmát és a karmát kapcsolni. Ekkor kezd el a tükröd látni, és ekkor kezd el a látott tudatos lenni. Ugyanaz. Két felé. Ha nem mersz tudatosodni, akkor nem látsz. És hogyha a darma és a karma szét van választva, akkor vagy az van, hogy fönt ülsz a, hegyen a semmiben, azt is lehet nagyon sokáig, csak nem fejlődsz. Vagy itt lent egóharc van, körbe-körbe a szamszádikus iszabb és úgy történik semmi. Tehát, ha te egy éven keresztül kőkemény gyakorlattal nem mentél át egy kohanon, akkor itt valamilyen hiányosság van. Hiányozhat a tanító, mert esetleg nem találkoztál elég tanítóval, aki ezt interjún megkérdezhette volna tőled. Hiányzik valamilyen lényegi tanítás, tehát a nézetben valami nincs ott, és esetleg nem jártál eleget szangába, ahol azért ez a mező megtolja elmerősen az embert a helyes irányban. Tehát nem azért van nulla centire a két matrac, mert nem tudnánk elhelyezni másképp, hanem azért, hogy az energiamezőtök csatlakozzon. Hogy egy nagy levesben üljön mindenki. Az nagyon jó. Úgyhogy van, aki így átmegy rajta, és semmit nem ér el van, aki évekig kínlódik vele, és akkorát változik egy kóanon, hogy kész világ. Én egyébként nagyon hálás vagyok ezért az egy évért. Csak más szeretnék. Akkor boldog új évet, akkor a következő is teljen így, tehát az nagyon jó lesz. Úgyhogy várunk szeretettel egy újabb korra. Van 208, tehát hogyha évente egyen átmész, akkor ilyen taoista remetenő leszel. Süper lefényképeztek egy 120 éves bácsit, de hát ott már koab megoldás biztos nem volt az utolsó 20 évben, csak némi ilyen rispép meg egyebek, de itt a lehetőség. Jó? Köszönöm. Szívesen. Van, hogy azt érzem, hogy nincs időm. Későn kezdtem el ébredezni, és uh, akkor uh, tapasztalom igazán, hogy élek, uh, amikor családáitást vezetek, vagy zen gyakorlok, de hogy van egy ilyen nagyon-nagyon erős türelmetlenség bennem, ami sokszor a gyakorlatom rovására megy, azt érzem, hogy későn ébredeztem, hogy szeretném majd sok emberhez eljutatni ezt, hogy nem lesz rá időm, és ez a türelmetlenség ez sokszor begyűrőzik a gyakorlatomba, és uh, nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Három tanítód lesz, a nap, a hold és a csillagok. Tehát legyen szes türelmetlennek lenni a nappal, és mondd, hogy keljen föl hamarabb a hold, hogy ne 28 nap körüli legyen egy hold hónap, hanem hogy legyen mondjuk 21 napos hold hónapunk, és így férjen bele mondjuk 25%-kal több egy évbe. A legtöbb nő nem fog ezért szeretni téged. Átment. Jó. Tehát a csillagok, hogy nem úgy járnak, ahogy kell. Gyors járat kell, tehát piros csillag. Gyors járat, ugye? Viszont akkor az összes asztrológus agyonvág. És gondold de újra kell inni az összes képletet. Tehát az univerzumban, ha megfigyeled, van valamilyen működés, amit az emberi elme úgy interpretál, hogy rend van. Valójában csak fölismeri, hogy mi történik, és ma maga számára dekódolja. Most ha ez akár gyors, akár lassú, akkor te leválasztódsz az univerzumra, és aszinkron állapotban vagy. És a türelmetlenség, ami egy, egy elég elfolytott agresszió, az ö, leválaszt a kontinumról, leválaszt a pillanatról. A túltürelmes, aki vár és várat, az a passzív-agresszív, az is leválasztódik róla. Az egy yin probléma. Tehát, hogyha középre van hozva a kettő, akkor a kör üres, és nincs polarizálva yinre vagy yangra, és akkor pontosan a pillanatban vagy. Minden akkor történik, amikor történnie kell. Ez a szinkron élmény. És onnan tudod, hogy benne vagy, hogy az úgynevezett way wu way, az erőfeszítés nélküli akarat. A duális minőség nélküli cselekvés. Az énség nélküli spontán életvitel. Ez a way, way. És hogyha ez megvan, akkor tudod, hogy se türelmetlen nem voltál, sem pedig túl türelmes, hogy vártunk a sorban hat órát, és kiderült, hogy az önkiszolgáló pénztárak nem működnek. Tehát, ugye? Ne, ne röhögj, egyszer, neked is kijut. Tehát, úgyhogy, úgyhogy itt mindig az, hogy mi az, amit akarsz, de nem teszed meg. Mi az az energia, ami benned nem tudatos, csak veri az asztalt, hogy csináld, 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 mennyi, juss el oda, érd el. Ez egy rejtett önkép, amely a megvalósulást szeretné, de nem engeded meg neki valami miatt. Ha megengednéd, akkor be lehetne helyezni az öt éves terbe. Hogy ezt ekkor és ekkor megcsinálom. Igen, meg lesz Pistike ezer év alatt a következő inkarnációmban. Jó? De hogyha rejtett és rettenetes mennyiség energia van, akkor rázza a rácsot és szétszedi az egyébként normálisnak tűnő életvitelt. Ugyanez, Yin, meg akarok szabadulni valamitől, teher, de még mindig viszem, visszalassít, állandóan húz vissza. Úgy billent ki a szinkronból. Nem mered kirakni. Nem mered önállósítani. Nem mered leválasztani. Ezért benned marad, és visszalassít, lehúz, gátol. Mert gátolod magadat a hamis azonosulásokkal. Oké, okay, csak hogy ki legyen egyenlítve. Egyéb kérdés? Ha jól értem, az elfojtott agresszió az elfojtott teremtő erő? Nem mindig. Az elfojtott teremtő erőből lesz az agresszió. A tehetetlenségből lesz a dű. És a dűből? Rombolás, pusztítás. És így fordul a teremtés, létrehozás a visszájára. Mi az a szentséges teokráciában a nyugati monoteista világkép? Mi a legnagyobb probléma? Tehát van ugye a nagy monoteisztikus világkép, ahol Isten megteremtette a világot. Én nem csak ő ebben nincs egyedül, és van egy lény, aki Isten után az első. Hogy hívják? Hogy hívják? Az Isten után elsőt. Lucifer. Miért hívják Lucifernek, vagy fényhozónak? Mert ő az első reflexió. Tehát az első rálátás. Az első duális juice, ugye? Két szarv. A dualitás kezdete, amikor egy másik lény megjelenik, és a másik lény rálátta az elsőre. Ezzel még mindig nem lenne semmi baj, de miért lett belőle az ördög, ez a fekete farkas, minden, és minden párosúlyú patást egy időben meggyilkoltak ja, Tehát Nem. Kolostorokban nem lehetett. Azért, mert az Isten helyébe akart lépni. Itt volt a baj. Tehát az intellektus a duálisan gondolkodó soha nem tud a primér, spontán alkotó helyére lépni. Mindig csak elemezni tud, mindig csak logikai műveleteket tud végezni, mindig csak reflektál. Tehát reflexió van, nem kreáció. Reakció van, és nem akció. Tehát nem szabad összetéveszteni a primér teremtő tudatot a rálátó, reflektív, reagáló tudattal. Ugyanabban a hordozóban van. Az egyik az egyik, a másik a másik. És hogyha elfojtom, a teremtőt, abból lesz a pusztító. Ha felemeled a pusztítót a tudat küszöbb fölé, átváltozik teremtővé. És mi van akkor, ha mondjuk félek attól, hogy mit csinál a pusztító? Akkor már ne is pusztultál, mert a félelem a legnagyobb gyilkos. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Van-e összefüggés azzal, hogy hol gyakorlunk? Mert nekem otthon soha nem ilyen tapasztalatom van, van, mint itt. Persze, hogy van. Tehát az, hogy egy városligeti tóban itt ladikázunk, az evezés. Persze. De ugyanolyan evezés, mint amikor <laughs> ugye, valaki kajakkal lemegy a niagarán. Az is evezés. Itt, amikor egy elég komoly energia a fürdőben vagyunk, az információ, ami magunkban van, rendkívüli erővel kijön. Ezt ma a séta során elmondtam. És arra is kértem mindenkit, hogy ne azonosítsa a kórházat a betegséggel. Tehát a saját karmád itt elképesztő erővel kijön álomban, ébrenlétben, csoportban, egyénileg, étkezés, éneklés, ülés, lebo mindenhol. De ezért vagy itt. Ezért nem lesz soha teljes értékű béketapasztalás, mert, hogyha valami fantasztikus dolog történik, a következő pillanatban megint egy rusnya nagy karma itt felemeli a kis fejét, dupla fogsorral, és megesz. Ha hagyod, ha elhiszed, akkor megesz. Tehát egy helynek, templom vagy akármi, háromféle karmája van. Az egyik az úgynevezett természeti karma, ezt hallottuk geológia vagy geomanciai karmának, nem ugyanaz a kettő, de maradjunk ott, hogy természeti karma. Ez gyakorlatilag az öt elem. Földfém, tűz, víz, fa, yin és yang. Hogy áll ez itt? Mennyi a yang? Hegy. Milyen a rajzolata? Mennyi a jin? Ha ebben a völgyben nem lenne víz, nem lennénk itt. 19 évvel ezelőtt, amikor először ezt itt megláttam, gyönyörűek voltak a hegyek, de akkor még a patakot nem láttam, fárikuti forrást nem láttam. És az első séta azután, hogy itt hatalmas öröm impulzusért, az az volt, hogy elkezdtem keresni a vizet. A pung, az a szél, az a hegy alakjától függ. A sui vagy sui, az a víz, az a yin, ebből van a feng sui összerakva. Oké? Okay? Tehát a szél és a víz egyensúlya, a jin és a yang egyensúlya egy adott helyen. Ez a természeti karma, és még persze, hogy mennyi erdő, mennyi fém, és a többi. A következő az anyagi, amit az ember csinál, épített környezettől kezdve mindenig, infrastruktúráig. Ha ez egy jó természeti karmát adjon nyom, lásd például Budapest, akkor túlépített lesz, és az anyagi karma agyonvágja a természetit. Szóul is ilyen. Szóval, fantasztikus geomancia helyek vannak, és 12 millió ember a város határon belül szerbusztak. Olyan zaj van, nem ilyen ideges, diszharmonikus zaj, csak így ilyen jó kis szervezet, zoom, zoom, zoom. 12 millió ember közlekedése az éjszaka nem áll le. Soha, soha. 9 számozott és 14 számozatlan metróvonaluk van. 72 megálló a leghosszabb. Két és fél óra még végig megy így a szerelvény. Elképesztő. Úgyhogy az az anyagi karma, az ott egy jó pár templomot így, így megevett a város atmoszférájába, így bele. Oda emésztette. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van ezzel. És a harmadik a mentális karma, hogy ott milyen tevékenység zajlott tudatilag, hogy ott volt-e nagy csata, vágóhíd, temető, egyebek, nagyon komoly mező, amely ott kialakított a térben valamilyen minőséget, és ha igen, akkor azt pucolgatni kell, ezt a mentálisat lehet gyakorlata pucolni, az anyagit azt rendezési tervel, beruházással és egyébben, a természetét pedig jobb, ha nem. Az ember annyira hülye, hogy pontosan az ellenkezőjét csinálja, a mentálisat nem ismeri, nem nyúl hozzá, a természetet pedig lerombolja és dózerolja, és, és majd én izé, elhordom a hegyeket, meg feltöltöm a folyót, meg vízerőmű, meg, meg minden. 80-as évek, vagy túl fiatalok vagytok ehhez? Senki nem volt kint a Vörös Marti téren, Grossmaros tüntetésen? Ha nem lettünk volna kint, most lehet, hogy itt lenne a vízlépcső. Én kim voltam. Marhára nem szerettem volna prédikáló széket így vízről látni. Ez nagyon nem. Nem. Úgyhogy szerencsére itt a természeti, az anyagi és a mentális karma az rendben van. Sőt, elég erős mind a három. És ezért tudunk úgy gyakorolni, hogy érzed az eredményt. Nem az van, hogy hát, elmerülök a kis kényelmi zónában, azt majd csak történik valami de tudod, hogy semmi. Nagyon fontos az otthoni gyakorlás, ne félre. Ez a fenntartáshoz, az akarathoz, az erőfeszítéshez, szokásépítéshez, nagyon kell. De ne várd azt, hogy egy hatalmas lakótelep 8. emeletének a picinke kis hálószobájában hatalmas áttörést fogsz elérni. Lehet, nem zárható ki, de nagyon valószínűtlen. Vannak Koreában olyan hegyek, ahol a remetesség a hegy gerincén van, ez olyan, mint hogyha két hatalmas szörfullám így összecsapna, és ő permanensen így együtt lenne, és így nyomná fölfelé a csít. És állandó ilyen kis pára felhő lenne körülötte. Még a leggyakorlottabb szerzetesek közül is hat hónap kötőjel egy év a max időszak, amit föntölthetnek. Azt mondják, utána túl sok, és mennek le. Tehát ennyire erős tud lenni az energiája egy helynek. Aztán van, ahol mi gyakoroltunk, hegy is volt, víz is volt, nagyon biztonságos volt, nagyon gazdag volt, Kjerjongshan sinvonca, és ott aztán mindent, ott aztán kinyíltak a kapuk belül is, kívül is. Úgyhogy Kóriában nagyon sokféle hely van, több ezer templom és remetesség van, és a karakterisztikát úgy szokták mondani, ez egy manjusri hely, vagy ez egy kvanszembószál hely, vagy ez egy arahat hely, hogyha olyasféle érzet, szín vagy jelleg van, hogy egy bizonyos típusú gyakorlat eredményesebb a másiknál. Tehát egy kvanszembószál helyen általában hatalmas kongregáció, elképesztő együttérző napi öt kidót csinálnak, és ott olyan, ott, ott olyan kakaó van, hogy az valami hihetetlen. De oda arahat praxis, a pár szerzetes, aki egyedül pár kötelékkel meg akar világosodni, nincs. Ott nincs. Ugyanúgy arahat helyre kidózók nem mennek, tisztelék, köszönjük, nem. Manjushri helyre általában ilyen bölcsesség, kontempláció, öreg szútra szerzetesek, ezek szoktak költözni, és ilyen fiatal, sok ezer leborulást csináló intenzív zen-praxis nem. Jó? Tehát már idáig lehet vinni az egészet. Mi? itt friss kezdéssel bírunk. Az első 400 év az friss. Ennyibe telt, amíg a Silla dinasztiában hogy a koreai buddhizmust megalapozták. Mi ennek úgy az 5%-ánál tartunk, közel 20 év. Úgyhogy szívesen látok mindenkit a következő életében is. Köszönöm. Egyéb kérdés? Itt? Ezen az elvonuláson szembesültem egy olyan problémával, amivel eddig még nem. Hihetetlen fájdalm. De szerencsés vagy. Hát most ez a legnagyobb. Jó, mondja. Elképesztő fájdalmat, fizikai fájdalmat érzek, amióta itt vagyok, meditációk alatt. És. Csonyi drága, hol fáj? Mindenhol. Úgy, úgy érzem, hogy így minden csontom el van törve, és, és nagyon nehezemet, már enyhült, kértem és kaptam segítséget, hogy hogyan. Van tudnénk... Egy fantasztikus természetgyógyászom, mindjárt utallak hozzá. De örülj, amíg csak a tested fáj, mert az gyorsabban múlik. Amikor a karmát fáj, az lassúbb, az évekig tud fájni. És a legnagyobb méreg, a legmélyebb tüske, az mindig a bűntudat. Tehát előbb-utóbb nem a test fog fájni, hanem amit látsz magadban, és még mindig beazonosulsz vele. Az. És egy idő után, hogyha helyesen gyakorolsz, akkor nem elfeleded, lefeded, megkerülöd, hanem meghaladod. Úgyhogy igen, kenőcs, masszír, pihenés, séta, több nyújtózkodás, ivás, Kérdék. Ez mind oké. Okay. De amikor elkezd belül fájni a lélek, na az az ég. Az is volt? Nem. Majd lesz. A kérdésem igazából az lenne, hogy én holnap hazamegyek. Á, ö... biztos, hogy nem. Hát ilyen fájdalmakkal nem, nem engedhetünk haza. Még egy hét legalább. Ha mégis hazamennék mennék holnap. <laughs> Látod. Így megy ez. Az előző kérdésben elhangzott, és az arra adott válasz, hogy nem láttam rá, hogy miért van ez, és ha én most innen hazamegyek, akkor folytassam? Nem. nem. Meg fogsz könnyebb ülni. Tehát hazamész és megkönnyebbülsz. Miért? Ebben az állapotodban, amit mondasz, a karmádat szomatizáló. Tehát annyi jelenik meg, hogy testre ráviszed. Nem tudja a tudatosság ebben a térmértékben, amiben most van, az egészet tudatosítani, pároloktatni, ürességé szublimálni, túl sok van. És amikor hazamész, akkor még ennyi se lesz viszont nem szomatizálod, hanem beleteszed beszédbe, gondolatba, érzelembe, cselekedetbe, rávetíted a környezetre, visszakapott töletet, elindul a szamszárikus körforgásnak egy olyasféle egészségesnek tűnő mechanizmusa, ami ezt a karmikus terhet átmenetileg leveszi a tudatról. Miért? Mert benne van a környezetben, benne van a másikban, elkezd áramlani, megint van... Aktív érzékszervi tevékenység. A tudatnak rengeteg tárgya van, dolgod van, mondani valód van, hallani valód van, egy csomó minden történik. Tehát meg fogsz könnyebbülni. De a tisztulás, a tudatosodás az jó esetben csak szinten marad, de nem fogod maradni. Hanem előbb-utóbb elkezd porosodni a tükör. Mert ez az ára annak, hogy megkönnyebbülünk, nem csak te, mindenki. Csak egy idő után nem bírjuk a hibát, a figyelmetlenséget, a minőségtelenséget, a szétszórtságot, és akkor azt mondjuk, hogy köszönöm, elég volt, és megint eljövök szenvedni egy kicsit, hogy jobban legyek. Kint jobban vagyunk, de aztán szenvedünk. Tehát meg fogsz könnyebbülni. Testileg is, lelkileg is, minden oké okay lesz. Aztán egy idő után nem. A lényeg, hogy ne várjam meg, ami... A lényeg az, hogy felnőtt módon az ember ezt tudja, és azelőtt megy el fogorvoshoz, hogy begyulladna, fájna, kiukadna. Tehát ha az ember rendszeresen tud fürdikézni a fürdőszobájában, akkor hozza már el a tudatát egy kis zenülő fürdőre, rendszeresen, és tartsa karban, mielőtt válságot él át, mielőtt valami belül elpattan, mielőtt az égnyel belemegy a pirosba. Jó? Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az előbb mondtad, hogy ö, amikor kimegyünk a templomból, akkor megkönnyebbülünk, és egy idő után már nem könnyebbülünk meg. Uh -huh. És nekem eljött ez a pont. Karácsonykor otthon voltál? Igen. Élete. Igen, ismerős. És de... hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni, vagy hogy lehet egy ilyen súlyba hozni ezt a kettőt? Ezt úgy hívják, hogy hátraébb lépek. Tehát egy picit visszavonulok mentálisan, közben pedig ott vagyok még a minden élet sűríjében és igen, beszélgetek, gondolkodom, érzek, de kevesebb energiát teszek benne, kezd kiürülni a nem duális tár, kezd a tantien gyengülni, mindent a felső csakrák, vagy néha az alsó csakrák is így ellopnak. Felhasználja az ember a tartalékait. Onnan veszed észre, hogy rosszabbul tűröd a konfliktust, provokálhatóbbá válsz. Reaktív tudat, bemegy a pirosba, nem jó. Úgyhogy ha ezt veszed észre, de nincs idő gyakorolni, nincs tered gyakorolni, akkor kevesebbet beszélsz, kevesebbet gondolkodsz, kevesebb érzelmet táplálsz. Visszább veszel ezekből a karmákból. És nagyon jól figyelsz, hogy a tudatosság menjen föl, és ekkor a bejövő karmák jobban a helyükre kerülnek, ha nem, akkor ott maradnak az asztalon rendetlenül, osztatlanul akkor nincs belül rend. És a rendetlenség fogyasztja el a legtöbb energiát. Az entrópiában van a legkevesebb információ és a legnagyobb rendetlenség. A legnagyobb rendben van a legtöbb információ, és így a legtöbb energia is. Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Ott. Mint kiderült, a meditáció alatt feljött egy erős, negatív kapcsolati karmám, és az interjú szobában kaptam tőled a gáté gáté, a gáté mantrát Viszont az első pillanattól, hogy elkezdtem vele dolgozni, erős torokfájást élek meg, és állkapocs illetve a bal vállam fáj. Ez egy kemény kapcsolati karma akkor még napi 300 lebarulást hozzá kell venni, és ez hamar el fog múlni. Ezek szerint a mantra működik. Ugyanis a torokcsakrád, meg a kis működtető izom, az már elkezdett tiltakozni. Tehát aktív részed van ennek a szenvedésnek a létrehozásában. És ez a mantra, ahogy tudatosítja az emberrel a képet, láthatja veled, hogy amit te teljes igazságnak gondoltál eddig, az csak részigazság. És a részigazságban rengeteg téves nézet van, mint egy kis foltok a tojáson. És mivel ezt nagyon nehezen szoktuk viselni, ezért nyomnánk el, hogy Úristen, miért kellett nekem ezt megkérdeznem abban az interjú szobában, és kaptam valamit, amitől tényleg az egész elkezd tudatosodni, Jobban látom, a saját részemet is jobban látom benne. Hát ez nem lesz egy kicsit sok. Úgyhogy ezeket a dolgokat belül nem kell elhinni. Ezekkel a reakciókkal te nem vagy azonos. Testedben ezek jönnek és mennek. És ha így fogod fel, akkor a gyakorlat, a nem mozduló erősebb lesz, mint a jelenség, a jövő és a menő. Igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy a gyakorlatot viszont teljesen meg tudom tartani, és az első öt napban öm, nem voltam rá képes, de mióta a gtgt -GT használom, azóta... Akkor én nekem itt nincs dolgom, találkozunk a nirvánában. Így legyen. Na. Utolsó kérdés. Ott. Azt szeretném kérdezni, mondtad, hogy ne azonosuljunk a karmánkkal. ezt, ezt hogy tudjuk megtenni? Nekem az jön, hogy nem törődöm, állapotba kerülök. Törődés és Törődés meg... és gondoskodás azonos vagy különböző? Ne aggódj, ne aggódj, mert állandóan törődsz. Lásd a feladatod, akkor gondoskodsz. Ez a különbség az azonosuló és a nem azonosuló hozzáállás között, ami a karmát illeti. Te láttál már olyat, hogy aggódó anya meg tudta volna óvni a csemetéjét lényegesen bármitől? Szétaggódták magukat, szétféltették a kölyköt, és még rosszabb lett. Na, ez a karmával való azonosulás. A gondoskodás az, hogy meg tudom tenni, amit tudok, és meg is teszem. De megy az útján. Ki van téves tapasztalásának? Ha azonosulsz a karmával, lehúz a mélybe. Ha nem azonosulsz, tudsz vele dolgozni. Tudod művelni. Kedvencem, elnézett, hogy ez egy autós hasonlat, fiúk esetében jobban működik. Van autód? Hála Igen. Isten. Jó, tehát vezetsz. Igen. Nagyon jó. Viszed szervizbe néha? Igen. Ugye? Amikor javítják, akkor ki kell belőle szállni. Tehát nem javítják addig, amíg benne vagy, és a biztonsági jöv rajtad van, és hallgatod a rádiódat. Tehát ezért kell a karmáról leválasztódni, amíg a műhelyben azt javítod. Utána visszaszállsz, és mendegélsz vele. Miért kell ezt mondjuk egy szervizállomáson, például mint itt, gyakorolni? Mert amikor a kocsinak tényleg vége van, és működésképtelenné válik, ha elfelejtünk kiszállni belőle, akkor ez a nagy présgép így tiszt, kis ilyen kis köbméternyi kockává, és megy a roncs telepre. Ez amikor a testhez ragaszkodunk, azonosulunk vele, és a halál pillanatában nem tudunk leválni róla. Ezért nem érdemes ragaszkodni a karmához. Köszönöm. Szívesen. Utolsó utáni kérdés, hogy most ne halljunk meg az új évben, tessék, bárkitől? Feleségemmel arra gondoltunk, hogy itt Szilveszter környékén, tehát ez az évvége, évkezete. Ö, idején van négy-öt szabad napunk, és milyen szuper lenne, hogyha nem a városba, nem a, a petárdadúroktatások közepette, nem a öröngő bulizás közepette töltenénk ezt a néhány napot, hanem elvonulnánk ide, ahova amúgy is szívesen elvonultunk már. Feleséged is itt van? Itt ül mellettem, igen. Ez csak a közönség kedvéért kérdezem, mert látlak és, és üdvözöllek itt. Most mondjátok hogy mekkora volt az illúzióvesztés? Hát igazából, a, már hogy, hogy az illúzióvesztés? Hát ahhoz képest, amit láthatok illúzió, a templomtól, és ami tényleg történt. Hát, hát azt akarom mondani, hogy e, tehát arra számítottunk, hogy elvonulunk, e, egymástól egy milliméterre, 50 másik olyan emberrel, 50 perceket meditálunk, ami szinte elviselhetetlen idő amúgy egy normális ember számára. Hát az. És néz körül. És Senki nem. Betartjuk a, az, a formális étkezés összes lehetetlen szabályát, szóval mindenre iszonyúan figyelünk. Megérkeztél. Úgyborékkola. nagyon jó. És nagyon jól éreztük magunkat, és még az is tetszett, hogy, hogy az év utolsó napján sántán elmentem az egész csapattal a, a, a rétre, megnéztem, hogy hol lett volna a templom. Itt és sántultál hol... le? Itt, nem, nem. Az nem, még nem, jobb nem. lett volna, tudod, nem. hogy itt sérülsz le, és jössz a majd, majd, majd Most jön. Mert ugyanis az történt, hogy, hogy visszaérkeztünk, és kiderült, hogy elmarad az éneklés is, elmaradnak a... A meditál... tehát ahogy, ahogy a szilveszter estét elképzeltem, meg elképzeltük, hogy mi meditálunk, nem fog nekünk senki mindenféle szilveszteri dumákat nyomni a, 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 a elnöki tanács elnökétől kezdve a bárkiig, és akkor egyszer csak kihirdettétek, hogy, 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 hogy darma, hogy darma beszéd lesz, és, 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 ő, és erről, erről fogunk beszélni a békéről, a háborúról, amiről, erről lényegében el akartunk távol, és nem így akartuk tölteni. és hát az a kérdésem, kérdés. hogy, hogy, hogy jutott az eszetekbe az, hogy, hogy tartsatok egy darma veszédet Nagyon egyszerű volt, kedves gyakorlótársam. Olvastuk a gondolataitokat, és Láttam, hogy mennyire vettük. vágysz a csendre, és akkor eldöntöttem, hogy lesz egy darma beszéd. Úgyhogy azt, hogy az este még további meglepetéseket fog tartani, ez biztos. Ugye gondolod azt, hogy ez egy zen templom, és ilyen kis csendben, nyugodtan? Persze, várt ki, amíg pesgőt bontunk, mert ezután az lesz. Ettől féltem. <laughs> Igen. Féljé még tovább is, mert utána még teát is fogunk inni. De édesség nem lesz, ugye? De az is lesz. Hogy ne lenne ránézek rékára? Hát figyelj, olyat, olyat sütött, hogy csak úgy cseng, meg ott a többi szakács. Tehát üdvözöllek a templomi élet sűrűjében. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. hogy itt vagytok, és köszönöm azt, hogy ezt együtt csináljuk végig. Egy olyasféle élménnyel, amihez fogható, más csalódás nincs. Hölgyeim és Uraim, az ébredés útján mindannyian illúziót vesztünk, remélem, hogy ez ma is bekövetkezett. Nagyon örülök, hogy együtt gyakorlunk régi és új zentársakkal és zentásnőkkel egyaránt. Megköszönöm nektek is, távoli gyakorlóinknak és támogatóinknak, hogy ez a templom működhet, hogy szolgálhatjuk azokat, akik ezt szeretnék elfogadni és maguk is az úton szeretnének járni. Remélem, hogy 2024-ben folytatjuk azt, amit elkezdtünk, elérünk egy fejlettebb, tudatosabb szintet, egy olyan állapotot, amelyből többet tudunk segíteni másoknak és magunknak egyaránt. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a figyelmet. És boldog új évet mindenkinek!